Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Nagy Viktor vagyok, és mutatom, mit kínálunk a következő percekben. Indul a korszerűsítési program. Két turnusban több mint 100 gyerek vesz részt a katolikus táborban. Újra kinyitott a TIP. A vízbiztonság növelése a cél az úszótáborban. Újra népszerű lett a diákmunka. Beindult a korszerűsítési program a városban. A magyar kormány 103 millió forintos csomagjának eredményeként több olyan beruházás is megkezdődhet, melyek eredményeként játszótér, középület és bekötőút is korszerűsödhet. Ezeken a játékokon sokan mulatták az időt gyerekkorukban. A tér kialakításán is túlhaladt az idő. Az egyetlen pozitívuma a nagy diófa, mely árnyat ad és megtanítja a rakoncátlan lurkokat a fáramászás tudományára. Legyünk őszinték, ez a fajta tudás elveszőben van a gyerekek között. A retro hangulatú terület már csak rövid ideig őrzi jelenlegi állapotát. Felújítása része annak a programnak, amelyet Bátaszék a következő időszakban lebonyolít, és amely 4 objektum megújítását célozza. 2021-ben kapott Bátaszék város önkormányzata a kormánytól 103 millió forint címzett támogatást Horváth képviselő közbenjárására, melyből 4 beruházást kell megvalósítsunk. Egyrészt ingatlant vásároltunk, illetve 3 építési beruházás fog lezajlani. Ebből egyik itt a Kolozsvár utca sarkán egy játszótérnek a felújítása. Megterveztük, közbeszerzési eljárást lebonyolítottuk, néhány nappal ezelőtt aláírtuk a szerződést, és reményeink szerint július végére munkaterület átadásra is sor tud kerülni. A felújítása 13 millió forintot fordíthat a város, ami azt jelenti, hogy 6 új játékelemmel gazdagodik majd a játszótér. Ezzel párhuzamosan a város további 2 parkjában is jut majd az új játékokból. Egy modernebb és esztétikusabb kerítés fogunk építeni, tehát minden olyan feltétel adott lesz, ami egy 21. századi kis játszótérhez és annak igénybevételéhez szükséges. A kivitelezőnek 150 napja van, hogy a beruházást meg tudja valósítani. Mi mindent el fogunk követni, hogy a lehető legrövidebb időn belül ez a kis játszótér el tudjunk készülni, és még reményeink szerint késő nyáron, kora ősszel még a gyerekek igénybe tudják majd venni. A május végén lebonyolított lakossági fórumon is szóba került a kövesdi bekötőút felújításának kérdése. Akkor is szó esett arról, hogy a mezőgazdasági gépek kijárták az útszakaszt, és hamarosan sor kerülhet a felújításra, ha megérkezik a forrás. Hát amire legjobban vár mindenki, a Kövesd település rész bekötő útja fog megújulni. Itt a munkaterület átadása a héten megtörténik. Itt is papíron 150 napja van a kivitelezőnek, hogy ezt a beruházást elvégezze, de itt is előzetesen abban állapodtunk meg a kivitelezővel, hogy a lehető legrövidebb időn belül a beruházást be fogja fejezni, hogy minél gyorsabban vissza tudjuk adni majd a forgalomnak ezt az igen fontos bekötőutat. A beruházási csomag harmadik eleme a számvevőszék épülete, merre már nagyon ráfér a korszerűsítés. A bátaszéki teréziánumi épületek közül kiemelkedik a Budai út elején álló egyemeletes épület, mely eredetileg az uradalmi számvevőség központja volt. Fő homlokzata ennek is 3 tagolású, de már klasszicizáló stílusban fejezték be. A homlokzat kialakítás 1820-ban készült el. Így a számvevőségi épület a Budai úton ennek 2 homlokzata teljes egészében meg tud majd újulni. Vissza tudjuk állítani azt az eredeti állapotot, amit jó néhány 100 évvel ezelőtt őseink megépítettek. A 4 fejlesztés teljes költsége kormányzati támogatásból 103 millió forintból valósulhat meg. 2 turnusban több mint 100 kisgyerek pihenhet és tanulhat a katolikus táborban. A nyári pihenés és játék mellett természetesen előkerülnek olyan témák is, melyeket a gyerekek az év folyamán a hittanórákon már megtanulhattak. Az a címe, Kárpátaljú Szent Margit, a sziget drága gyöngye. A katolikus tábor résztvevői minden délután meghallgatnak egy-egy történetet azokról, akiket tetteik alapján szentté nyilvánítottak. Így került a képbe idén Margit mellett Erzsébet, és természetesen az államalapító Szent István is. A tábornak jelentős hagyományai vannak a településen. 8. éve rendezünk Bátaszéken katolikus hittantábort, 2 év kihagyás után most újra meg tudtuk szervezni. Az a célunk igazából, hogy nyáron úgy összefogni a gyerekeket, olyan légkört teremteni nekik, ahol nem feledkeznek el az egész évben elhangzottakról.
és ezáltal minden évben vannak témáink. Idén a magyarság a témánk, a hazaszeretet, hogy miért jó magyarnak lenni, miért jó ezeket a hagyományokat megtartani, hogyan tudjuk az Isten szeretet, a család szereteten kívül a hazánkat is szeretni. Megpróbáljuk játékosan magyar verseken keresztül, a népzene szeretetén keresztül, magyar szenteken keresztül egy kicsit kinyitni az ő lelküket e felé, a téma felé. Azt gondolnánk, hogy nyáron szentekről hallgatni tanításokat unalmas lehet. Pedig a tapasztalat az, hogy kíváncsiak voltak az ősök történeteire. Pont ezt vettük észre, hogy igaz, hogy két év kihagyás után újra kezdhettünk, de tehát nem fáradtak, lehet őket teljesen maximálisan minden programba bevonni, nyitottak, és nagyon érdeklődőek. Persze a hittan és a magyar történelem tanulása mellett azért jutott idő a játékra is. Verseket tanultam, meg táncot. Meg szentekről tanultunk, Szent Margitról fogunk ma délután, Szent Erzsébetről tegnap, és Szent Istvánról pedig hétfőn. Neki köszönhetjük az, hogy a vallásosságunkat, tehát ő volt az állam alapító. Szeretném hallani a versünket, jó, amit tanultam? Magyar vagyok, táskák, kulcstartók, bátaszék feliratú Bluetooth hangszórók, kiadványok, helyi kézműves termékek. Többek között ezek is kaphatók az újra megnyílt turisztikai információs pontban. A tip minden nap várja az érdeklődőket a könyvtár mellett. Kinyitott a TIP. A több mint egy hónapos zárvatartás után újra várják a látogatókat, vásárlókat a könyvtár melletti bátaszéki turisztikai információs pontban. Zsuzsi kolléganő ül itt bent hétfőn, kedden, illetve csütörtökön, pénteken 8 órától déli 12 óráig, és már csak a bérletárusítás és egyéb ügyintézés miatt is szerdán délután 1 órától egészen 17 óráig lehet látogatni a turisztikai információs pontot. Így van, a szolgáltatások azok maradtak, tehát nem csak ilyen turisztikával vagy város ismerettel kapcsolatos információkat hallhatnak a betérők, vagy azok, akik mondjuk kirándulni jönnek, vagy megnézni a város nevezetességeit, hanem különböző bátaszék logóval, felirattal ellátott, emblémázott termékeket is lehet vásárolni itt a TIP-ben. Azt gondolom ezekről, hogy ajándéknak, akár születésnapra, akár névnapra, vagy olyan bátaszékről elszármazottaknak ez egy nagyon jó lehetőség lehet, és azon felül mindenféleképpen szeretném kiemelni, hogy kaphatók itt a turisztikai információs pontban helyi bortermelők, borászok legfinomabb nedői. Igyekeztük a termékválasztékot úgy összeállítani, hogy tudjanak kicsik, nagyok, vagy minden generáció képviselője választani, akár hogyha magának, vagy éppenséggel rokonnak, barátnak, ismerősnek, szeretne kedveskedni valamiféle ajándékkal. Úgyhogy ha így most hirtelen a szemem sarkából nézem, akkor itt a különböző ajándéktárgyakon keresztül a nyár kellékei, tehát szalmakalaptól kezdve felfújható, vízben használható termékek, labda, de frisbee, vagy akár szalmakalap, baseball sapka, bátaszék logó, ez például nagyon népszerű, de akár, hogyha valaki szeretne egy esernyőt, vagy táskát, hátizsákot, vagy utazótáskát, sporttáskát, akkor ezt mind megtalálja itt a turisztikai információs pontban. Persze vannak különböző dolgok még helyi termelőktől, illetve alkotóktól, kézművesektől, itt szalmából, csuhéból készült termékektől kezdve, például különböző ilyen elektronikai eszközök, a gyerekek kedvelhetik ezeket, de ékszerek is megtalálhatók, sőt, helyi alkotótól ugye különböző kozmetikai termékek. De nem csak ajándéktárgyakat találhatnak meg itt az érdeklődők, több bátaszéki vonatkozású kiadvány is van az információs pontban, de a havonta megjelenő ingyenes Cikádor újság is fellelhető.
többen, vagy aki Bátaszékre vagy hozzánk érkezik, keresnek különböző kiadványokat, nyilván a város történetével kapcsolatos írásokat, vagy olyan könyveket, vagy újságot, magazint, amelyik Bátaszékről szól, vagy akár a kulturális, gasztrokulturális vagy művészeti életéről. Mindenféleképpen elmondható, hogy már a hónap első napjaitól, amikor kijön a nyomdából, a Cikádor újság megtalálható itt. Ugyan minden bátaszéki háztartásba igyekszünk eljutatni, de aki szeretne esetleg plusz példányt, vagy valami miatt nem értesül, vagy nem kapja meg a Cikádort, bejöhet, és itt Zsuzsinál mindig kap belőle ingyen és bérmentve. Ezen kívül Hódikat és Árközmesé is megtalálhatók, vagy akár Mak Norbert bátaszéki szakácskönyve, de Bátaszék történetét, történelmét feldolgozó kiadványaink is vannak, amelyek megvásárolhatók, ingyenes szóróanyagok is kaphatók egyébként a város életét illető fontos információkkal, és ami még nagyon fontos, hogy minden hónap általában 26-ától 27-től a következő hónap 10-éig autóbusz bérleteket is árusítunk. Ez nagyon népszerű a bátaszékiek körében, azért, mert nem kell sorban állni, nem kell bemenni ezért külön Szekszándra az irodában, vagy esetleg nem kell lögdösödni a buszon. Aki szeretne bérletet venni, buszbérletet megteheti, és nem csak dolgozói bérlet vásárlásra van lehetőség, hanem árusítunk diákbérletet. A csonka hónapokban például júniusban, amikor a tanév 15-én véget ér, akkor félhavi diákbérlet vásárlására is van lehetőség. Ezen kívül összvonalas, helyjáratos bérletet is kaphatnak a diákok és a nyugdíjasok egyaránt. A polcok nem telítettek, így várják még a környék kézműves termékeit. Ha és amennyiben bátaszéki vagy környékben élő vagy tolnamegyei termelő úgy gondolja, vagy kézműves, hogy a saját portékáját szívesen árusítaná itt Bátaszék központjában, a turisztikai információs pontban, akkor jöjjön be, Zsuzsi kolléganővel akár egyeztethet, vagy jöhet hozzánk is a Petőfi Sándor művelődési házban, és semmi akadálya sincs annak. Ez tulajdonképpen egy érdeklődés vagy megállapodás kérdése, és ezeket a termékeket is szívesen árusítjuk és forgalmazunk itt a tépben. Évek óta minden nyáron jelentkeznek az iskolások a nyári munkára. Bátaszék önkormányzata idénre is meghirdette a lehetőséget, és a jelentkezők a város intézményeiben, táboraiban teljesíthetik feladataikat. Azokat, akik az előző években már bizonyítottak, a szervezők szívesen visszavárták. Ha eljön a nyár, a tanuló ifjúság elgondolkozik azon, jó lenne valami hasznosat is csinálni azon túl, hogy buli, haverok, pihenés. A kereslet-kínálat egyensúlya megvan ezen a területen, hiszen számtalan lehetőséget kínálnak a gyerekek számára a különböző intézményekben, iskolai táborokban, és olyan feladatokkal bízzák meg őket, melyekre nincs idő, vagy már nem jut kellő energia. Bátaszéken az idén kisebb volt a keret, így válogatni kellett a jelentkezők között. Kicsit nehezen indult be a gépezet, de végül is július hónapban 16 diák, augusztus hónapban 10 diák foglalkoztatására lesz lehetőség. Úgyhogy a városunk a járulékterreket magára vállalta, mintegy 340 000 forint értékben. Így tudjuk megteremteni ezt a lehetőséget, hogy intézményeinknél tudjunk segítséget adni nyári időszakban, diákok bevonásával, a közös önkormányzati hivatalnál, konyhánál, városi óvodánál foglalkoztatjuk a diákokat. És hát segítünk nyári táborok szervezésében is. Jelen pillanatban is zajlanak nyári táborok, ahol a diákok segítenek a tábor szervezésében és a náluknál fiatalabb gyerekek programjának összeállításában. Minden esztendőben nagy érdeklődés övezi a diákok részéről, sokan jelentkeznek. Ugye mi már június elején meghirdetjük úgymond egy előzetes informálódása, hogy a diákok közül kik terveznék azt, hogy ha lesz foglalkoztatási lehetőség, akkor jönnének hozzánk. Ezt igyekszünk június közepéig feldolgozni ezeket az információkat, megtenni a szükséges előintézkedéseket, nevezetesen, hogy a kormányhivatalhoz menjenek be, regisztráljanak, hogy a későbbi foglalkoztatásuknak ez a feltétele már adott legyen. Az első munkanapjukon természetesen munkavédelmi oktatásba részesülnek, felkészítjük őket arra, hogy mivel találkozhatnak a munkahelyeken. És hát azt látjuk, hogy minden esztendőben egyre többen szeretnének hozzánk jönni.
A tavalyi évhez képest kevesebb diák foglalkoztatására volt sajnos lehetőség. Tavaly, ha jól emlékszem, havonta 25 fő diákot tudtunk foglalkoztatni, most sokkal kevesebbet. Okozott ez némi kis konfliktust is, hiszen hát nem mindenkit tudtunk felvenni, aki jelentkezett, de igyekeztünk lehetőséget adni úgy, hogy ha családból többen jelentkeztek, akkor az egyik gyermek legalább foglalkoztatva legyen. Az az iratlan szabály alakult ki Bátaszéken, hogy akik az előző évek során letettek valamit az asztalra, jól végezték a munkájukat és újra szerettek volna dolgozni, előnyt élvezhettek. Schrott Kinga már tanult gyerekfelvigyázó, így szívesen jelentkezett az idén is a feladatra. 2 éve az önkormányzatban is felügyeltem már gyerekekre, úgyhogy nem olyan újdonság ez a terep számomra. Nagyon jó, hogy a diákoknak megteremtik ezt a lehetőséget, hogy nyáron egy kis plusz zseppénzre tehetnek szert, és kicsikét belekóstolhatunk a munkavilágába, hogy milyen kötelezettségekkel jár az, hogy minden reggel 8-ra be kell jönni, van, hogy este 5-kor tudunk csak hazamenni, tehát kicsit egy ilyen belekóstolás a való világba. Szerencsére én mindig jól bántam a gyerekekkel, és mindig olyan sokszor voltam olyan környezetben, ahol sok gyerek volt, tehát ez nekem nem újdonság. Amíg a táborban vagyok, úgy nem érződik nagyon, hogy lefáradnék, inkább otthon, amikor már megpihenek. Olyan feladatkör csak, hogy próbáljunk mindenkit összetartani, ugyebár jobban megismerni mindenkit. Ez egész tábornak az a lényege, hogy egy kicsit le tudjuk foglalni a gyerekeket, kicsit lekötni őket, meg úgymond az ilyen komfortzónájukból egy kicsit kimozdítani, és akkor ilyen különböző programokat szervezni nekik. Én ebben a táborban már régebb óta vagyok, tulajdonképpen már kezdetek óta, és az eleinte mindig csak segítőként voltam, és most egy pár éve vagyok diákmunkásként, ugyebár hogy volt egy ilyen lehetőség, és akkor éltem vele, ha már úgyis itt lennék, és akkor egy beösszekötve ezt. A tapasztalat az, hogy a jelentkezők munkamorálja jelentősen eltérő. Van, aki pillanatok alatt belerázódik és elfogadja azokat a szabályokat, ami egy munkahelyen van és be kell tartani. Van olyan diák, aki ezt bulinak gondolja, és azt gondolja, hogy hát bejövünk ide, egy kicsit elbámészkodunk, és majd eltelik az idő. Mi azt kértük az intézmények vezetőitől, ahol dolgoznak a diákok, hogy a munkára próbálják őket rászoktatni, arra, hogy munkakezdésnek van egy meghatározott időpontja, arra oda kell érni, a nap folyamán az elvégzett munkát lehetőség szerint pontosan, precízen el kell végezni, tehát egy kis ízelítőt kapjanak a nagybetűs életből. Senkinek nem ártott még meg, ha diákként beleszagolt a felnőttek világába. Kicsit jobban értékeli majd ezután mindazt, ami egyébként természetesnek tűnhet számára. A Bátaszéki óvodában az év folyamán folyamatosan zajlik az úszásoktatás. De hogy ne felejtsék el az évközben tanultakat, a gyerekeknek nyáron is lehetőséget biztosítanak a gyakorlásra. Az úszótáborban arra is odafigyelnek, hogy olyan helyzetek megoldására is trenírozzák a gyerekeket, melyek veszélyt jelenthetnek a vízparton. A bátaszéki körzeti óvodába járók az év folyamán rendszeresen megfordultak a tanúszadában. Évek óta folyik úszástanítás, melynek célja, hogy az apróságok olyan vízbiztonságot szerezzenek, hogy ne lehessen semmilyen probléma egy esetleges nyaralás vagy úszadalátogatás esetén. És az sem mellékes, mondja el Nagy Ákos edző, hogy kapnak egy alapot a továbbiakra. Mind a 80 ovis, aki hozzánk járt, az kapott egy olyan alapot, egyrészt, amivel vízbiztonság érzetét tudjuk kialakítani, tehát ezek a gyerekek 99%-ban vízbiztosak. Tehát én azt mondom, hogy a 80 gyerekből talán 2-3 olyan van, aki nem merül még biztonságosan, de alapvetően boldog a vízbe. A többi 99% az vízbiztos, azaz azt kell mondanom, hogy az iskolában nem fog problémát okozni, amikor majd először a vízbe mennek. Tehát nem egy vízhez szoktatással kell kezdeni az első évfolyamot, hanem már erre tudnak ráépíteni az iskolai testnevelők. Az iskolai véget ért, de az úszodában folyik tovább az élet. Jó néhány családban gondolták azt, nem elég évközben úszással foglalkozni, rá lehet erre gyúrni a nyári táborban.
6 év óta minden nyáron folyik a megerősítő foglalkozás jelentős kereslet és siker mellett. Azok a gyerekek, akik most táboroznak, ők évközben is rendszeresen jártak úszni heti egy alkalommal, vagy az Ákoshoz, ugye, vagy hozzám. Vegyes a korosztály, vannak nagy csoportos óvodások, illetve kisiskolásaink is, és elsősorban nekik biztosítunk lehetőséget arra, hogy nyáron, amit évközben ugye megtanultunk, tovább fejleszthessék. Van, akinek az elején nehézséget okoz, tehát vannak gátak, hogy félnek a víztől, de nagyon gyorsan ezen túllendülnek, és utána tényleg ki se lehet őket venni szinte a vízből, van, hogy az egy órás edzés is rövid, mert még maradnának szívesen. Most már második éve két turnust is kell indítanunk, hogy minden jelentkezőnek lehetőséget tudjunk adni, és még így is van sokszor, hogy vissza kell mondanunk gyerekeket, mert tényleg olyan sok a jelentkező szerencsére. Nagyon szeretnek a gyerekek jönni, délelőtt mindig van egy órás úszás, sorversenyek, játékok. De nem csak a játékra figyelnek a nyári táborban. Begurulsz, feljössz, ki az arc a vízből, levegőt veszel, megnézel, hol van a legközelebb part, és kiúszol. Jó, ennyi lesz a feladat. Szóval a legfontosabb, amit ebben a táborban meg lehet tanulni, az az, hogyan lehet különböző veszélyhelyzetekből kimenekülni a vízpartra. Ezzel a tapasztalással számos tragédia megelőzhető, hiszen nem fog a gyerek kapkodni, ha leesik a gumimatracról, vagy éppen kibillen a csónakból. Gyors oda arra belegulsz, felúszol, feljössz, levegőt veszel és kiúszol a partra, ami közel van. Ebben az 5 napban ugye intenzívebb az úszás oktatás, mint mikor heti egyszer vesznek részt, és sokkal nagyobb is a fejlődés, tehát ezt látjuk a gyerekeken, hogy az 5 nap alatt ugrásszerűen fejlődik az úszás tudásuk. Hát az a célunk, hogy minél vízbiztosabbak legyenek a gyerekek, illetve a technikájukat javítsuk, akinek már van egy biztos alapja. Illetve a nap során tanulunk a fürdőzési szabályokról is, illetve hogy a strandon ők mit tudnak tenni a biztonságos fürdőzés érdekében. Nekem most a táborban az a célom, hogy tényleg minél tudatosabb fürdőzővé neveljem a gyerekeket, és szerintem ezt nagyon fontos elkezdeni már óvodáskorban. Illetve az, hogy minél nagyobb vízbiztonságot szerezzenek. Ennek érdekében nagyon sok ilyen szituációs gyakorlatot csinálunk, hogyha belesik a mély vízbe, vagy lecsúszik az úszógumiról a matracról, hogy tud kiúszni, ne essen pánikba, mert ha ezt itt most begyakorolja, akkor egy ilyen éles helyzetben is tudni fogja, hogy mit tud ő tenni. Réga azt mondja, egyéb iránt a felnőtteknek se ártana begyakorolni ezeket a helyzeteket, lehet, hogy jelentős segítség volna egy adott szituációban arra, hogy ne történjen tragédia, mert sokan nem tudják az önmentési feladatokat végrehajtani egy veszélyhelyzetben. És hát persze, azért a háttérben ott van az utánpótlás kérdés szándéka is, hiszen akiknek beépül az életébe a rendszeres úszodalátogatás, azok nagy valószínűséggel meg is maradnak ebben a közegben. Hát akik már óvodáskorban is jártak 1 vagy 2 évet úszni, azok általában iskoláskorban is folytatják, és most a kisiskolás korosztályban nagyon sok gyerkőcünk van, több mint szerintem 30-40-en is vannak a héten edzéseken. A legtöbben már jártak hozzánk az óvodában is. A bátaszéki úszósport töretlenül képzi az utánpótlást. A mostani versenyző gyerekek jelentős része ugyanilyen oviusz is volt, mint a mostaniak. A jövő, látva a nagy létszámot, továbbra is biztosított, akiből pedig nem lesz versenyző, legalább biztonságosan mozog majd a vizek mentén. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!